belőlem éltek. Az én Isten életemet adom nektek. Szent áldozásod, ez történik, hogy Isten bennünk akar lakozni. Ő belép a mi világunkba, és mi belépünk az ő isteni világába. A szentmise liturgiájában a házigazda maga az Isten. Ő készíti nekünk az ünnepet, és ezt az ünnepi lakomát, ahol önmagát adja ajándékba, az azért készíti, hogy mi magunkhoz vegyük. Vagyis azért megyünk szentmisére, hogy szentáldozáshoz járuljunk. Mi mindent elkövet az Isten, hogy a közelünkbe férkőzzön, az elképesztő. Amikor a világba jön, akkor nem dobpergés közepette, hanem Betlehemben, rongyos istálóban, kisbabaként jön. Isten még tovább megy az ő őrült szeretetében, és egy falat kenyérré alázza magát szinte, egy falat kenyérnek látszik, tudjuk, hogy ott már nem kenyér van az átlényegülés után, hanem Krisztus van jelen. És persze mondhatjuk azt, hogy hogyan lehet abban a kicsi kenyérkében, meg abban a csepp borban az Isten jelen. Aztán azt is mondhatjuk, hogy hogyan lehet abban a kicsi gyerekben, annak idején Betlehemben az Isten jelen. És ez a szentmisének a csodálatos titka, hogy akkor Jézus szavára elhisszük, hogy amikor ő azt mondta az utolsó vacsorán, hogy ezt cselekedjétek, hogy ez a kenyér az én testem, hogy ez a bor az én vérem, az én személyemet kapjátok ezek alatt a színek alatt, akkor elhisszük azt, hogy az Isten elég nagy ahhoz, hogy merjen olyan kicsike lenni, mint egy kis kenyérke, meg egy kis bor, hogy táplálékul adja önmagát. Föltámadt Jézus jön hozzánk, és ezt az evéshez kötötte, hogy a magzat az édesanyja méhébe, az édesanyja húsából él. Ez az ős tapasztalat. Ez a szeretet, olyan szeretet, hogy nem azért szeret, mert én fiú leszek, vagy lány, régen azt se tudták, az se, hogy tehetséges, vagy nem olyan tehetséges, beteg vagy egészséges, nem. Hanem először csak engem, az énemet szerették. És valahogy az Isten fia Jézus tudja ezt megvalósítani. Belőlem éltek, az én Isten életemet adom nektek. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Miközben ő hozzánk lép, és a testünknek a része lesz, aközben tulajdonképpen mi leszünk az ő részesei. Ki kihez érkezik? Ez egy jó kérdés. Mi érkezünk ő hozzá? Vagy ő érkezik mi hozzánk? Ez a kölcsönös egymásban lét, ami megtörténik. És Szent Pál mondja azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És így van ez a lelki dimenzióban is, de így van ez kifejezetten a szentáldozás pillanatában. Ő belép a mi világunkba, és mi belépünk az ő isteni világába. Isten nem csak annyit akar, amit a megtestesüléssel, hogy Isten emberré lesz, és azok a szerencsések, akik láthatták és találkozhattak a köztünk járó Istennel, ők ismerhessék őt, hanem megtalálja azt a módját, a jelenlétének azt a módját, ahogy minden kor, minden embere számára jelenvalóvá tud lenni. Pünkösd óta azt tapasztalhatjuk, hogy Isten nem csak mellettünk van, hanem bennünk. Szentáldozásod, ez történik, hogy Isten bennünk akar lakozni. Hozzánk jön az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, és táplálja bennünk az ő életét. Ez a misztikának olyan módon is a csúcsa, a misztikában úgy gondolkozom, mint közvetlen és direkt Isten kapcsolat, Isten tapasztalat. Hát amikor megesszük a Szentostját, akkor egy közvetlen és direkt Isten tapasztalatra teszünk szert. Csodálatos azt tudnunk, hogy függetlenül attól,
hogy mi ezt mennyire éltük át. Hogy a biztos talaj, amikor kimondjuk az amment, ez a biztos talaj, amire ráállunk, Krisztus teste, amen, az a hitvallás, hogy hiszem azt, hogy maga az Isten jön hozzám, és ez a találkozás, bármit is élek át, vagy bármit éppen nem élek át, az valóságosan megtörténik. Én vagyok az út, az igazság és az élet, az a más minőségű élet, amit ő a föltámadásában már megmutatott. És azt mindig közli velünk. Így azt mondjuk, hogy az áldozásban már a föltámadás zálogát nyerjük, és a zálog nem azt jelenti, mint a mindennapi életben, hogy odaadom az aranyórámat zálogul, nem, a Bibliában az azt jelenti, hogy már előre ad valamit abból, ami majd lesz, a végső valóságból. Tehát, hogy a föltámadásnak a csírái kerülnek belénk, személyünk mélyére. Ez egy vágykeltő lakoma tulajdonképpen a Szent Mise, hogy felkelti a vágyat arra a végső lakomára, amikor Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, ahol nem lesz többé halál sem, gyász sem, fájdalom sem, jajkiáltás, hanem ahol Isten lesz minden, mindenben. Az Eukarisztiában, Szentostjában, hogy a világnak, a kozmosznak egy darabja már befutott a végső céljához, hogy ott már megdicsőült az anyag. A keresztény az a Szent Misétől a Szent Miséig él. Az ős keresztények azt mondták az afrikai vértanúk, mikor miért jöttetek össze? Tudjátok, hogy ezért még kivégzés is jár. Non possumus sine Dominico. Vasárnap és az áldozás nélkül, értsétek meg, nem tudunk mit létezni. Ha enélkül kellene élnünk, akkor inkább végezzetek ki. Tehát az ős keresztényben nem az volt, hogy van egy előírás, hogy misére kell menni. Nem. Ez a misére kell, ez a kell, ez mit jelent? Na hát, ezt jelenti. Enni kell, inni kell, meg levegőt venni kell. Vagyis Jézusból élni, eszem, iszom az Eukarisztiát, meg levegőt veszek a Szentlélekből. Kereszténység akkor fog újra robbanásszerűen terjedni, és fog, amikor a kereszténység felfedezi a Szent Mise misztériumát, a vasárnapot.